Gondolom kezdem én, mert nekem van a legmélyebb hangom. No, nagyon örülök mindenkinek, aki itt van. És ugye mondtam, hogy ez már mikor volt? Egy éve volt? Nem is tudom, másfél éve, amikor az utótalálkozó volt. Már akkor gondot okozott, hogy ugye a Szél Rózsán meg volt mindenkinek a maga kis kuckó ideje, tehát kinek közülünk, plusz még a Rézler Zolinak. És akkor ugye annak ő volt a felvezetője, a lelke, ugye, aki megpróbálta mederbe tartani. És most vagyunk hárman, egy nagyon szaftos, jó témára. És ugye már most, hogy leültünk egy kicsit beszélgetni, mert ugye nem volt alkalmunk személyesen, hanem amit tudtunk, egy kicsit a Facebookon tárgyalgattunk, de nem túl sokat. Mindenkinek megvan a maga dolga. És már most láttuk azt, hogy nem biztos, hogy mind a hárman ugyanúgy kezdenénk ezt a egyébként nagyon érdekes témát. Úgyhogy én most mondok három mondatot, amiben megpróbálom exponálni a dolgot, és aztán én remélem, hogy jönnek rá reakciók, illetve hozzá fűzni való. Ugye a címet is kínok között találtuk ki, mert témánk volt, csak címünk nem volt hozzá, és olyan jó címen sok múlik, és aztán így, hála Istennek, van egy költőnk, akiről kiderült, nem tudom, ki látta ezt a posztot, hogy István Káromló volt. Én rajtam átment ez a poszt, nem láttátok? Egy régi újságcikk, ahol az van, hogy elítélték József Attilát István Káromló lásért, egy korabeli újságcikk. És ugye neki van ez a fantasztikus sora, ugye, ami egész évben úgy hangzik, hogy jöjj el szabadság, teszünk nekem rendet. Közben eszembe jutott, hogy a teszünk nekem, ez mostanában nem feltétlenül egy ünnepelt megszólalás, de ne ezt a részét nézzük ugye a dolognak. És hogyha ebből nem lenne világos, hogy ez miért probléma, hogy szülhet-e a szabadság rendet, azért tettük hozzá azt, hogy van-e erkölcs félelem nélkül. A félelemmel itt nem kell feltétlenül persze azt érteni, hogy az ember állandóan retteg, de az, hogy az az érzésünk, hogy az erkölcsi rend, de valaminek ki kell kényszeríteni. Lehet, hogy nem feltétlenül van egy fenyegető erkölcs, de akkor lehet, hogy valami érdek, kenyér, ugye majd szóba fog kerülni a kísértés története, és sok minden, amitől úgy érezzük, hogy igazából nem szabadság szüli azt, ahogy viselkedünk, hanem különböző megfontolások, ami akár lehet félelem, akár lehet érdek, vagy valami egészen más. Ami igazából, és most indítanám el az egészet, a meggyőződésem és talán meggyőződésünk, hogy Jézus már egészen újat hoz, és mintha azt szeretné, hogy pusztán ráhallgatva, simán ráhallgatva, tehát minden én kényszerítő eszköz nélkül, és őt követve tudjunk a másokra is figyelő, felelős életet élni, más szóval erkölcsös életet élni, és mintha ebből Jézus nem engedne. Viszont, minthogyha az egyház utólag arra jött volna rá, hogy így nem lehet rendet tartani a világon, nagyon szép ez, de nem működik, vagy csak ideig, óráig működik. Ezért, minthogyha ezen a nagy szabadságon, amit Jézus adott az ő követésére, minthogyha szinte folyamatosan kapálózna ez ellen az egyház, ma már kevésbé tud, mert ma már kevésbé tényező hatalom értelmében, de még mindig, de nagyon sok évszázadon keresztül kifejezetten úgy gondolta, hogy ebből vissza kell venni ebből a Jézusi szabadságból. Ha van is bocsánat és megvallom, az nem árad feltartóztathatatlanul, hanem egy olyan szerint nyugodtan, itt is jó szerintem, hanem egy olyan csapon jön az irgalom, a bocsánat és a szabadság ezzel együtt, aminek a csapja az az egyház kezében van. Tehát irányítani kell, mert az ember
magában úgy és újra elkutyul, hogyha valamivel nincs sakban tartva. És a kérdés már az önmagában, hogy jól gondolom, vagy jól gondoljuk el, hogy Jézus ezt akarja. Tehát ez sem biztos, hogy így van. De a következő kérdés, hogyha erre végül is igen születik, még mindig az, hogy ez működhet-e? Működik-e nálunk? Vagy csak, mikor minden rendben megy, békeidőben, krízis nélküli időszakokban, amíg nekünk tetszik, vagy igaza van az egyháznak abban, hogy az valami végtelenül veszélyes, kockázatos, önveszélyes dolog, amit ez a fajta szabadság nyújt a számunkra. Jó ez így? Mármint arra... De ha kiegészítenétek, persze. Tehát, hogy ugye... talán nem... Ugye pont ez a, vagy a nagy inkvizitoros probléma is, ugye pont az, hogy nem... igazából nem az egyház akar megfosztani minket a szabadságtól, vagy bármiféle rendszer, vagy éppen divat, vagy ideológia, stb. Hanem ugye az egész érve az, hogy mi magunk menekülünk a szabadság elől. Szabadság az túl sok felelősség, túl sok döntés, és összehasonlíthatatlanul könnyebb úgy élni az életet, hogyha nem kell gondolkodni, nem kell dönteni. Mások megmondják, hogy mit gondoljunk, miről mi legyen a véleményünk, hogyan mit döntsünk, ugye előre eldöntik, helyen döntünk. Nagyon kényelmes életet lehet így élni, hogyha meg vagyunk fosztva ettől a szabadságtól. Ja, onnan akkor fölvetődött, hogy tényleg kéne valamiről beszélgetni, ami minket izgat. Hát nehéz ezt így egy nevezőre hozni, de az egyik alap gondolat az Nietzsének az utolsó művéből, a Bálványok alkonya című könyvecskéjéből egy néhány gondolat. Amikor kicsit már őrült volt. Amikor, hát akkor még nem, még volt egy másfél éve az őrületig, de lehet, hogy már ott voltak a nyomai dolognak, és ugye az őrület előtt az ember rendkívül őszinte és rendkívül világos látása van. Tapasztalatban mondom, igen. Nem tudom, hogy én hol tartok ebben az ügyben. Na és hát ő, hogyha valamennyire ismeritek, vagy hallottatok Nietzsche-ről, akkor rendkívül kritikus volt. Nem is egyház, hanem keresztény kritikus volt. Sok mindent élesen támadott, és ami felvetett ezt a kérdést, mert nagyon sokszor igen jogosak a kritikái. Hoz egy példát a vadállatról és a megszelídített vadállatról, hogy vajon a szelídítő a vadállatot jobbá teszi? Mert hogy a bizonyos emberi normák szerint ők jobbá teszi az állatot, mert nem fog harapni, meg nem ölni, mert azt csinálja, amit én mondok, mármint a szelídítő mond. Tehát egy oroszlán, amelyet megszelídítettek és jól szelídítették meg, azt jobbá tették a társadalmi norma szerint, de ő azt mondja, hogy ez hazugság, mert nem jobbá tették, hanem legyengítették. Tehát elvették tőle azt, ami az övé, a sajátja, elvették tőle az életterét, elvették tőle a vitalitását, elvették tőle az erejét, elvették, és nagyon könnyű úgy valakit kordában tartani, hogy nem egyszerűen hoz egy másik példát is, hogy valamelyik részét levágják. És akkor könnyű már kordában tartani valakit, mert hát nincs már ereje, és nem tud mozogni. Tehát, és hogy az egyház ezt tette, hogy elvette az ember erejét, bűnössé tette, folyamatosan a bűnösségéről beszélt, folyamatosan azt súlykolta, hogy te egy alávaló, egy semmit nem érő, te egy mindenképpen bűnös ember vagy, soha ne jusson eszedbe, hogy te valamit is jól tudsz csinálni, soha ne jusson eszedbe, hogy te bármire is alkalmas vagy, majd én megjavítalak, majd én megszentelek, majd én fölemellek téged. Bezárta az embert ilyen érthetetlen fogalmak
és mindenféle zűrzavar közé, tehát börtönbe zárta, és aztán onnan nagy kegyesen megszabadítja, onnan nagy kegyesen kiszabadítja, mondván, hogy te olyan bűnös vagy, hogy csak én tudok rajtad segíteni. Tehát először elgyengíti, és aztán és függővé teszi ilyen értelemben, függővé teszi saját magához, mert hát senki más nem tud ez alól engem megszabadítani. És ez egy nagyon nagy trükk, most, hogy ez mennyire érvényesítjük a mai akár ami, akár másik egyházakra, mindegy, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy úgy függővé tenni valakit, hogy olyan bűnökkel látod el folyamatosan, mindig bűnössé teszed, mindig a bűnét súlykolod, hogy... És az egész egy kicsit misztifikálva, nehogy konkrét bűnökről legyen szó, mert a konkrét bűnökkel lehet szemben valamit mondani, de általában te egy gazember vagy, te egy rossz ember vagy, te egy ilyen ember vagy, nem, még védekezni sem tudsz, és akkor majd ő lesz az, aki megszabadít. Ez egy nagyon, ugye a hamis lelkiismert fúdalás, tehát hogy olyan lelkiismert fúdalást kell tenni, ami nem valós, de pont azért, mivel nem valós, ezért nem tudsz védekezni ellene, aminek duplán rossz hatása van egyrésztről, hogy lenyom, másrésztről pedig, hogy nem tudsz azzal a bűnnel foglalkozni, mert tényleg kéne. Tehát ami tényleg a bűn, tényleg a bajod, amivel szemben harcolhatnál, és itt az elején beszélgettünk, ez nekem nagyon tetszik, a Káini. Az még várjuk. Nem tudom, hogy figyeltek-e még a liturgiára, amikor Isten tiszteltem vagytok. Én figyelek, még mindig. És sok minden bánt benne, és megváltoztam még. Nem szoktam sűrűn eddig két dolgot, és az is 25 év terméke. Tehát azért megfontolva csináltam, de van egy rész a bűnvaló imádság. Van, akik azt meg is tanulják, és mondani szokták. És ugye annak a végén a szöveg szerint úgy van, hogy az Úr Jézus Krisztus, hogy kérlek, bocsáss meg, nem, légy olyan irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. És ez az egyes szám, ez nagyon elgondolkodtató, mert ugye ez azt az érzetet kelti, hogy itt valamilyen metafizikai fogalomról van szó, a bűn. Tehát amikor egyes számmal beszélünk róla, akkor az valami olyan massza, amitől nem lehet szabadulni. Ugye azt mondanánk, hogy annak a fényében, amit Óz mondott, hogy bűneim vannak, ezt tuti. Vannak dolgok, amiket elszúrok, elmulasztok, rosszul csinálok, nyilvánvalóan. De ezek mind olyan, aminek utána lehet, sőt, utána is kell menni magamban, mert ugye ez a másik betegségünk, azt gondoljuk, hogy az Úristen megbocsátotta, akkor már saját szemetünket nem kell magunk után eltakarítani, pedig erről sehol nincs szó, tehát nyilván minden meg kéne tenni ahhoz, hogy amit emberileg jóvá tudunk tenni, azt próbáljuk jóvá tenni. De most itt a lényeg azon van, hogy azok konkrét dolgok, de amikor azt mondja, hogy a bűnömet, akkor érezhető, hogy valami olyasmi van, ami annyira átsző és átjár engem, hogy ettől nem lehet szabadulni. És ugye erre jött az a gondolat, hogy ez még az Ószövetségben nincs jelen ez a gondolat. Ugye van egy nagyon érdekes epizód Káin és Ábel történetében, amikor még nem öli meg Káin Ábel, csak megy, már ott van ugye benne az elhatározás, lehorgasztott fejjel megy, és ugye egy érdekes dolog, ugye ekkor Isten elkezd beszélni hozzá, majdnem azt mondja, hogy nem akarsz beszélni róla. Ez érdekes ugye, hogy Káin azt hiszi, hogy őt elvetette az Isten, közben ő megy utána és mondja, hogy figyeljél már, hogy van ez. És ugye azt mondja, hogy miért horgasztod le a fejedet, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. És ez ami hallatlan dolog, és ez valahogy a kereszténység nem vette át. Mert mi, nekünk pont az a lényeg, hogy soha nem járhatunk emelt fővel, azt is biztos észrevettétek már, hogy nagyon sok ember, hogyha megdicsérjük valamiért, abban a pillanatban szinte elszégyeli magát, azt mondja, soli deo gloria. Ugye? Tehát, hogy egy picit se érezzem azt, hogy hú, valamit sikerült jól csinálni. És én nem tudom elképzelni, hogy az Úristen sajnálja tőlünk ezt az élményt. Tehát, hogy van ilyen is. Aztán van másmilyen is, persze. Van, amikor nagyon sok szégyennivalónk van, de azok konkrét dolgok. Ez a massza, amiben valószínűleg, és nem akarom én
elvenni az időt teljesen. De amiről, amiről Nietzsche jogosan beszél, hogy, hogy ez a lebegtetett bűn, tehát az, ami, amivel állandóan egy kicsit olyan, mint a... Ez most jött eszembe, úgyhogy biztos egy fizikus lehülyézne, hogy, hogy egy kicsit olyan, mint a, az atomreaktorban a grafit rúd, hogy benn van tartva, hogy kordában legyen tartva a reakció, ugye? Tehát, hogy ha az nincs ott, akkor nagy baj van, de azért működnie kell a reaktornak, és mintha így le lennénk. Isten őriz, hogy felrobbanjunk természetesen, de hogy ez a, tehát ugyanez a legyengítés, amiről beszélsz. Régen beszéltél valamit. Azért ez a elégedettség, vagy a emelt fővel járás, ez ugye a Jézus történetekben azért nagyon a farizeusok, ugye pont ez, Jézust azért pont nagyon piszkálja ez a fajta önelégültség és az én mindenféle bűntől való teljes tisztaságomnak a tudata, amit ugye ez az arctalan tömeg, ez a farizeusoknak nevezett arctalan tömeg képvisel a Jézus történetekben. De gondolod, hogy Jézus azt jelenti, hogy Jézus azt szeretné, hogyha sose tudnánk felszabadulni? Ugye biztos, biztos sokan ismeritek, hiszen annak idején szerintem még Nagy Tarcsán biztos, hogy sokan látták a 80-as, 90-es években, Bandi biztos tud segíteni, ez a Lukács evangélium, a Jézus film, amit sok helyen megnéztünk, talán egy ilyen jó régi Jézus film, és én emlékszem rá, szerintem még Nagy Tarcsán volt, amikor így gyülekezettel így néztük, is így felháborodtak páran, és nem tudtuk, vagy nem emlékszem, hogy miért háborodtak fel, és az egyik néni azon háborodott fel, hogy van benne egy nagyon apró jelenet, nagyon-nagyon apró jelenet, akkor mond egy példázatot, és Jézus így kicsit így felnevet. Nem tudom, hogy emlékeztek. Van egy ilyen, így felnevet, hogy mondja, hogy hát azt hiszem pont ott, amikor mondja, hogy gonosz létetekre ti is tudtok jót adni, nyerni, és akkor hogy ne adna az apa a fiának, mit tudom, hogyha ha halat kér, akkor kígyót adna, vagy nem tudom, tehát valami, és így felnevet. És akkor így fölháborodtak ott ilyen gyülekezetet, hogy Jézus nem nevet. Tehát, hogy, és ez volt a fölháborodás, és ez nem az ő hibájuk, ez nem valakinek a hibája, hanem ez szerintem az, amit belénk neveltek összességében, hogy itt mi ne nevessünk. Bocsánat, Dani, ne haragudj, csak... Szóval én azt gondolom, hogy ugye ez talán ilyen... Ugye erre az eredendő bűntanítására is visszautal, talán ez az egy problematika, ami hát ezt az egész ez a sötét középkort is nagyon alapvetően meghatározza. Tényleg ez az alapállás, hogy ugye eleve ez az Augustinus eszme, hogy maga a fogantatásunk is bűnös voltából adódóan lehetetlen az, hogy tehát, hogy eleve csak is a bűnből jövünk, semmi jó nem lehet, már a első pillanattól kezdve. Halljátok, Dani? És a... Bocsánat. Lehet, hogy megpróbáljuk meg hangot, lehet, hogy becsukhatjuk az ajtót, hogy behajthatjuk egy kicsit, nem? És akkor úgy, hogy azért, aki akar, bejöjjön, de ne jöjjön be ez a zaj. Köszönöm. Szóval ezek után, próbáljuk rövid lenni, tehát, hogy ezek után azért egy nagy váltás volt a lutheri gondolat, ami megint érdekes, hogy sok olyan dolog van, ami szerintem eredetileg valami nagyon jónak indult, aztán valahogy a köztudatba és a mi protestáns, tehát már az élet értelmezésével egészen máshogy megy át. Például ugye ez az eredendő bűn dolog is, amit Luther azért maga eléggé tagad, illetve hát ha jól emlék, akkor úgy fogalmaz ugye, hogy a bűnre való képességünk az eredendő, tehát az, hogy
egyáltalán alkalmasak vagyunk kegyetlenségre, embertelenségre. Illetve azt mondja, hogy az Istennel való, hogy az Istenben való hiányával születünk. Tehát egy hiány. Tehát az Istenben való bizalom hiányával születünk. Ami még érdekes, mert eddig sem bűn, mert a bűnhez felelősség kérdése óvatatlan kapcsolódik, nem? Tehát, tehát ez igazából, én úgy értelmezem ezt, hogy eredetileg bennünk azért nincs meg ez a bűn, hanem ugye ez az alkalmasság, ez azt jelenti, hogy itt kvázi sorsszerű az, hogy itt-ott bizonyos döntésekben a rossz utat választjuk, arról is beszél, hogy nyilván vannak olyan döntések, ebben az egész bűn fogalom maga is ugye egy nagyon nehezen meghatározható dolog, mert ez nem teológiai kategória, hanem társadalmi, kulturális kategória. Tehát ez egyértelműen arról szól, hogy mit tartunk, milyen közösségben, milyen kultúrában, milyen vallásban. Vallás, mint kultúra, mi az, amit bűnként határozunk meg, és hát ez aztán nagyon-nagyon változó szélsőség. Éppen azért azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha kicsit ugye úgy jött szóba, vagy úgy jött közbe a bűnnek a kérdése, hogy ez az egyik módja, ahogy ez a gyengítés, vagy legyengítés, vagy gyengén tartás folyik. Ami ugye nagyon fontos, tehát ne az jöjjön le bennünk, nyilvánvalóan remélem is ez jött le, hogy nem vagyunk bűnösök. Pontosan arról van szó, hogy az egy legyen egy jó körülhatárolható dolog, ahogy az is egyébként, mert ez visszafelé is működik. Tehát a bűnnek az ilyen metafizikaival tétele az nem csak arra jó, hogy lenyomjon bennünket, de arra is jó, hogy tényleg kicsi, esetleg az életért elkövetett bűnöket nagyon nagy gazemberségekkel egybemossuk, és azt mondjuk, hogy hát mind bűnösök vagyunk, és ezzel ugye egy szintre lehet hozni, és ez egy másik nagy probléma, én azt gondolom a keresztény gondolkodáson belül, hogy ez a bűn alól, vagy a vétkesség alól való kibúvásnak is egy nagyon jó alkalma az, hogy egy ilyen nagy ernyő a bűn, ami a nagyon sok finnen befér, és akkor ott nem teszünk különbséget, pedig azért bizony vannak dolgok, ami sokkal, épp a társadalmi volt amiatt a bűnnek, sokkal ártalmasabb egyik, mint a másik. Ez nem azt jelenti, hogy a másikat, a kisebbet fölmentjük, de hogy differenciálni tudni kell, és ez a metafizikai bűnfogalom, ez arra is jó, hogy megakadályoz ezt a relativizálást, és mindent, már jó értelmet relativizálás, tehát és mindent egy kalap alá vegyen, tehát ez a másik oldala, de tényleg, mivel ugye arról van szó, hogy ez nagyon izgalmas, ez a gyengén tartásnak a kérdése, hogy azért nekem ott azért ha már ugye az oroszlát hozta szóba maga Nietzsche is, hogy még sincs inkább a szelídítőknek igazuk, mert azért az oroszlán, ha jó a magam nemében, akkor az azt jelenti, hogy borzasztóan veszélyes és ártalmas, nem? Hát, attól függ, hogy honnan nézzük az ő világában, az a természetes. Igen. Ami még ebben az azt jelenti, hogy senkinek sincs meg csak a saját világa. Hát úgy értem az oroszlán. Hát az oroszlán, de azért nyilván, mivel emberekre értelmezik. De ez nyilván egy kép, amit képet nem szabad túlfeszíteni. Tehát, én szerintem nem feszítettem túl. Az a kérdés, hogy az ember nem válik-e veszélyessé akkor, hogyha szabadjára engedjük. Hát ez egy nagy kérdés, igen. De még csak egy kis hozzátételt hadd tegyek, hogy ebben a legyengítésben még az is benne van, hogy függővé tesz, ezt mondtam az előbb is, tehát hogy az, aki legyengít téged, az saját magát nélkülözhetetlenné teszi. Tehát azt mondja, hogy nélkülem te nem fogsz tudni ezért semmit csinálni. Tehát rám kell, hogy hagyatkozz. És ez egy rendkívül jó trükk. Tehát én úgy gyengítelek le téged, hogy én egyben megadom neked a segítséget, de mindig rám kell, hogy hagyatkozva légy.
és ezért ez a fajta különbségtétel, hogyha ide tartozol, az én körömbe tartozol, akkor tulajdonképpen még akár nagyon bűnös is lehetsz, elkövet sokat, de hozzám tartozom, majd én megvédelek téged. Míg ha kívül vagy, ugye extra-exlésiám, ha kívül vagy, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy milyen jó. Csak védkezned sem akkor, kell. Akkor védkezned sem kell, mert egy rossz állapotban vagy. És nem azért, hogy most így kifelé mutogatva más egyházak felé, és nem őket bántva, csak jól érzékelteti a kettő különbségét, hogy a katolikus egyházjogban is, tehát a gyakorlati jogban is ugye két bűn fogalom van. Van a peccarum és a delicti. Tehát a peccarum, ami az állapotot jelenti. Bűnös állapotban vagy, egyházon belül, egyházon kívül, bűnös állapotban vagy. Tehát, hogy valaki mondjuk papként házas. Tehát, hogy bűnös állapotban van, függetlenül attól, hogy ő tisztességes, rendes, nem tudom, az állapota rossz, tehát az kész, az egy súlyos vétek. Míg van az elkövetett bűn, az egy sokkal gyengébb kategória, kisebb kategória, az nem annyira érdekes. És pont ezért vannak azok a nagyon fura, a normális ember megítélése szerint teljesen logikátlan és érthetetlen dolgok, hogy ezt azért tudom, mert egész konkrétan a két héttel ezelőtt egy katolikus pappal való beszélgetésben ez így egész konkrétan kiderült. Tehát ő mondta, nem én, hogy az, hogy egy katolikus pap házasságot köt, az azonnali felfüggesztéssel jár, tehát az állapota lesz, tehát a peccarum szinten lesz bűnös, az felfüggesztéssel jár. Míg mondjuk, ha a kisgyerekeket molesztál, vagy nem tudom, az csak delikti, az csak, hát az bocs. Tehát, hogy mi értitek a különbségtételt, hogy mi az állapot, és mi az elkövetett bűn, hogy saját magát, a hozzávaló viszonyt, hogy úgy kell függővé tenni az embereket, hogy meg kell kötözni először, és aztán majd szép lassan vagdosom el a madzagokat, és hálás lesz nekem. És ez a fajta... Pont ebből a példából azért éppen az érződik, hogy ez a szabadság azért még sincs annyira elvégre. Hát persze. A végén, a történet végén azt csinálod, amit akar. Na de ez pont ez a rendmánia, hogy itt nem a bűn, mint elkövetettség számít, hanem az, hogy te mennyire vagy függő, mármint hozzáállója és tehát a rendmánia felelő. Az alapkérdés, ha térjünk vissza, és szerintem jó lenne, hogyha esetleg ti is nyilvánat lehet. Melyik az emberibb, vagy nem is tudom, hogy lehet föltenni a kérdés, az a rend és szabadság kérdésében, vagy járhatunk-e emelt fővel? Vagy mi az egyháznak, vagy a mai egyháznak, vagy a mi kis evangélikusságunknak a küldetése, hogy szabad-e emelt fővel járni, vagy pedig állandóan valamilyen módon fölbe kell döngölni egymást? Így felteszed a kérdést. Ez egy rossz kérdés feltétel. Tehát tedd fel jobban. Ha úgy teszünk, hogy néz neki egy tényleg szigorúan vett Jézusi egyház? Egy micsoda szemek? Szigorúan vett Jézusi egyház. Tehát egy ilyen szabadság. Vagy már maga ez a kérdés. A szabadság meg az egyház már önmagában ellentétes fogalom. Hát legalábbis, igen, sokan így értik, igen. Hát a négy. És nem véletlenül értik így mi akkor is, hogyha biztos van ebben sonda félrevezetés is, de azért adunk olyan jelzéseket, amiből erre lehet következtetni. Hát önmagában relatív beszéltünk, hogy sokszor az érzés embernek, hogy az első dolog, amikor az egyházzal találkozik az ember, az első rosta, amin át kell menni, az, hogy bűnösnek vald magad. Ha ez megvan, akkor állunk szóba veled egyáltalán. Tehát itt kezdődik a dolog. Tehát már egy ilyen rossz lelkismerettel kezdünk. És hát ezt azért nem látni Jézus közelében. Tehát Jézus közelében, mintha feloldódnának ezek a dolgok a mi közelünkben, mint hogyha úgy megterhel. Nem? Nincs ebben valami egészen
Érdekes, hogy ez a Zákeus, gyere le azonnal, mert már éhes vagyok, és nálad kéne megszállnom. Tehát ez a, hogy gyere, kell lesz nekem, semmi nem mond Zákeus előéletéről, hogy mit csinált, ha tudom ki vagy, semmi, gyere le. És tehát ez a valami, ez a majdnem azt mondja Jézus, hogy szükségem van rád. Hát ez egy zseniális mondat. És nagyon kicsit ez az áldás leszel, ez jön vissza, hogy gyere, áldás leszel, semmi felszólítás, hogy viselkedj úgy, hogy majd áldás legyél, és ennyi. Ez egy többenetesen szép dolog, és felszabadító dolog, és sokszor úgy érzem, hogy a mi körünkben én személyesen is szoktam érezni. Van a családtagom a helységben, és ez nem biztos, hogy ezt most elmondom, de hogy nem tudom, hogy van-e más is úgy, mint én, hogy nem kell ez egyház, elég vagyok én, hogy nem bántok senkit a családban, csak éreztetem, hogy haragudhatnék, vagy okom lenne rá. Tehát, és még azzal is elrontom a dolgot, hogy nem haragszom igazán, hanem azt mutatom, hogy de én még nem is haragszom. De azért ott van, hogy éreztetem, hogy azért borzasztó, és nagyon sokszor tudom, hogy ezt csinálom, és mégis csinálom. Tehát bizonyos helyzetekben, amikor az ember manipulálni akar, akkor még ha látja is magát, mint egy kívülről, hogy mit csinál, akkor is megcsinálja. Döbbenetes dolog, tehát itt nem is kell elmenni az egyházig, hanem tehát ezt csináljuk, és ez egy nagyon, tehát nem azt mondom, hogy nagyon rossz dolog, de hogy Jézus ennek az ellenkezőjét csinálja. Fel is háborognak, ugye a bénának azt mondja, hogy Bézár fiam, megbocsátottak a bűneid. Hát milyen dolog ez, mondják Jézus körül a többiek? Hát nem így kezdődik a dolog az Úristennél, hanem először ott, hogy alázkodjál meg. Majd esetleg utána jönnek ezek a dolgok, és akkor már és az a baj, hogy ezzel bárki képvisel az egyházat, aki vele szemben van, már egy ilyen alantas helyzetbe kerül. És ez nem szabadság. Mondok esetleg alternatívát. Arról azért szerintem elég világosan beszéltünk. Picit hangosan, mert én is nagyon figyelem a szádat, itt ülök fél méterre. Tehát arról beszéltünk, hogy egyáltalán ez a megkötözés, ez nagyon jó, ez az idomítás, függővé tevés, a szabadság elől való menekülés kiszolgálója, ugye az egyház valahogy ezekkel a bűnökkel tényleg kiszolgáltatottá tenni, de hogyan nézhet ki a, mégiscsak a, akkor hogyan lehetne megélni ezt a szabadságot, úgyhogy ez működjön. Vagy esetleg ott úgy föltenni a kérdést, hogy akkor mégiscsak igaza van, nincs ének mindenben, vagy valami baj azért mégiscsak van, nincs ével. Valahogy bele kell kötni, igen. Tessék? Valahogy bele kell kötni nincsével, ha már ő belekötött az egyházba. Én mikor jöttem az autóba, arra jöttem rá, beültem az autóba, és már elindultunk, nem értem vissza, hogy a Nietzsche kiskönyve nálam van, de a Biblia nincs nálam. Azért valamint. Persze. Ez a fejedben van, nem? Itt az alkalmazás a telefonon, de olyan viszont Nietzsche-ből nincsen. Nincs alkalmazás. Olyan rossz az, hogyha Istentől vagyunk függők, mert szerintem azért mi valahogy valamitől függünk. Nyilván nem mindenki, de hogy valamitől azért függünk. És az egyik az Isten, akitől lehet, de hát most hallottuk ide a beszélgetést, hogy sok máskor is lehetnénk függeni, és azok sokkal rosszabb dolgok. Tehát miért feltétlenül baj, és talán itt lehet belekötni Nietzsche, hogy lehet, hogy igaza van, de miért baj az, hogy mi Istentől függünk, és nem mástól. Ez az Isten, ez a számodra hogy jelent meg? Ez a nagy kérdés. Mert ugye nyilván az egyházak is azt mondják, hogy ők Istent képviselik ebben a metódusban. Tehát csak pontosan, te nem az egyháztól leszel függ, hogy milyen Isten az, hanem. Tehát az egyház nem azt mondja, hogy ez egyháztól vagy függő, hanem Istentől vagy függő. Ez minden csak. Még folytatom, tudom, hogy nem is hallottok meg, nem is lehet követni, de azért megpróbálom ezt a gondolatot. Mindenki rajta csünk. Lekerekíteni. Tehát szerintem a
Nincs ide ott a gond, hogy ugye nyilván ő, tehát az ő álma, az ideája az, hogy ugye ez az erő volt, az erő, az egyedül az erő, ugye, ami számít, és ugye mindenki szabadon megélheti és kiélheti ezt az erejét, ha ugye a gyengébb áldozatul esik ennek az erőnek, az is ugye hozzátartozik a jó rendhez, mert annak ugye úgy sincs már helye ebben a világban, megmaradnak az erősek, és kialakul az egyensúly. Úgyhogy mégis ki lehet állítani az oroszlán képet, én ezt mondtam, csak erről van szó. Nietzschének ugye ez az álma, hogy az erő győzedelmesként. De azért a gyakorlatban nyilván ez valahogy mégsem jó. Az erősek szempontjából nyilván ez úgy tűnik, mert ugye azért a Nietzsche több fázisú betegség, és hát azért ezeket a könyveket már jóval az első agyvérzés után írta. De hát ugye ez is poén, vagy bocsánat, hogy ilyet mondom. De hát ugye a végén az a nővére, ugye, vagy húga, akit egész életében hihetetlenül utált, ugye az belépő jegyért kitolta, bocsánat, a tolókocsin, ugye a nyálladzó Nietzschét, és fizettek érte ugye a rajongók, hogy megnézhessék. Na szóval ennyit az erő uralmáról. Szóval ez az erő eszme, ez olyan nagyon szépen hangzik, csak a gyakorlatban nagyon nehéz. Most bocsánat, már nagyon botránkoztató dolga, de hát ilyen tizenévesen, most már én is gimnazisták között járok, az én időmben ilyen szamizdatban terjedt, nyilván rátok nem vonatkozik a Szentmárkinak ilyen könyvecskéim, vagy minden. És tehát én valahol hinnék egy nagyon-nagyon tiszta, nagyon steril anarchiában, ami arról szólna, hogy tényleg nincsen semmiféle. Tehát mondjuk nincs a bűnnek semmiféle definíciója. Tehát nincsen semmiféle hatalom, tekintély, stb., ami megmondaná a másikat. És én azt gondolom, hogy itt érne körbe ez a dolog, mert hogyha semmi más nincsen, akkor egyetlen egy dolog marad. Szerintem az, hogy az, akivel te ma megteszel valamit, az, akivel te valamilyen módon viselkedsz itt és most, annak holnap ismét a szemébe kell tudnod nézni. És szerintem itt ér körbe, és itt bukik meg a Nietzschének az eszméje, abban a pillanatban, ahogy rajtad kívül tudomást veszel másokról is ebben a világban, és itt aztán tényleg a szabadság teljessége van, tehát nincsen semmi más, akkor is megvan az, hogy a holnapi napon valamilyen módon azzal találkoznod. Na most nyilvánvalóan lehet rabszolgává tenni, és újra és újra, de én azt gondolom, hogy az a szabadság, amit Jézus ígér, az ez a szabadság. Amikor holnap is szemébe tudsz nézni annak a valakinek. Nem feladatunk nekünk, sem egyáltalán Nietzschét megvédjük bárkitől is, meg bármitől is, főleg tőlünk. De azt gondolom, hogy amit ő hajlamos volt összemosni kereszténységet, vagy egyházat, és jézusi dolgokat, azt nekünk nem szabad elkövetni ezt a hibát. Tehát akkor, amikor valaki az egyházat, vagy a jelenlévő struktúrákat, vagy benne minket, az általunk képviselt egyházat kritizálja, akkor azt érdemes meghallgatni, és nem biztos, hogy ezt az Isten ellen akarja mondani, tehát még ha ezt Nietzsche így is mondta. Tehát én azt gondolom, hogy észre kell vennünk azokat a trükköket, amelyeket mi elkövetünk, hogy hogyan tudjuk, vagy az egyház hogyan tudta megfogni az embereket, és ezeket a trükköket, ezeket a dolgokat Jézus nem tette meg. És ugye elején beszélgettünk arról, hogy
voltak kezében lehetőségek, amiket nem használt ki. Ugye a klasszikus a megkísértés történet. Most volt, ki volt, ki nem volt? Ki volt templomban? Ez volt a lekció vasárnap. A kísértés történet. Megnéztem. Ugye? Megnéztem, miért rontottam. Tehát, hogy Jézus visszautasít eszközöket, hogy azokkal nem fog élni. Ugyanakkor él vele, mert ha belegondoltok, akkor mindegyiket használja. De ez nem igaz szerintem. Ez pont ezt gondoltam át. Mert ezt szokták mondani a kísértés történet, csak hogy tudják, miről van szó, mert most ugye már fél szavakból se értjük egymás dolgának, hogy ugye mindig azt mondták, hogy persze csak azért utasítja vissza ezeket a kísérleteket, mert a sátán kísérti vele, de ezek utána mind megteszi. És ez, én belegondoltam, és ez nem igaz, hogy megteszi. Ugye a kenyérszaporítást szokták mondani. De a kenyérszaporításnál mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Tehát ott nem azon van a lényeg, hogy tessék, megcsinálom, hanem azt mondja, és valószínűleg ma is ezt mondja nekünk, amikor panaszkodunk, hogy nincs egy csomó helyen kenyér az asztalon, a földön, hogy ti adjatok nekik enni. Ez most egy messzire vezető kérdés, hogy mégse jut, pedig elvileg van elég, de ezt már lejátszunk külön szerintem, de... Nem a szentélységéről van. Igen. Amikor gyógyít, akkor titkolni akarja. Tehát akkor pont nem azt csinálja, amit a sátán mond neki, hogy elviszi a legkúrensebb helyre, ahol a legtöbb turista jár, biztos nagyon sokan fogják látni, és mutasd meg, hanem titkolni igyekszik. Nem sikerül neki, de én hiszek Jézus őszinteségében, hogy tényleg nem szeretné, hogy ennek híre menjen. És hogy nem fogadja el a hatalmat, az meg egészen világos szerintem. És ami nagyon érdekes, nem tudom, hogy felfigyelte valaki, hogy nem azt mondja a sátánnak, amikor felajánlja a uralmat a világ felett gyakorlatilag, nem mondja a sátánnak azt, hogy hát nem is adhatod ide nekem, mert nem a tied. Nem mondja ezt. Pedig ez lenne a kézenfekvő reakció. Mintha azt érzékeltetné Jézus, hogy hát ahogy mennek a dolgok ezen a földön, az nem az én atyámról szól. Ugye ezt máshol úgy mondja János evangéliumában, hogy az én országom nem e világból való. Magyarán azt mondja, hogy nálunk otthon nem ez a rend, az én apukám nem így intézi a dolgokat, ahogy ti itt intézitek. És ezt csak azért mondom, mert én szerintem pontosan, hogy és azért hangzik el mindez, és azért olvashatjuk mi, nem csak azért, mert Jézus ezt mondta, hanem mintha azt akarnám mondani, hogy ezekkel ti se, akik követtek engem, egyház, ti se éljünk ezzel, ti is álljatok ellen ennek a kísértésnek. Szerintem ez erről szól. Az a zseniális, hogy ahány prédikációját hallottam, én mindig csak az illusztrációira emlékszem. Tényleg, és valamikor nagyon régen mondott egy ilyen sztorit. Ezt neki nem mondja, mert ez nem biztos, hogy ez pozitív. Tessék? De azokra annyira, hogy idézem. Jó. Tehát azok viszont nagyon-nagyon jók. Ő mesélt egy sztorit. Ő egy faluban nőtt föl, Balogh-Zele megyében, és a falu szélén volt egy kocsaúsztató, és az téren befagyott, és azon korcsolyázgattak, és az apja kiment, és egy négyzet alapú nagyobb területet, mint egy 10-10-es, mit tudom, ekkora, tehát egy körbe karsz volt, hogy na ezen belül korcsolyázhatok, ezen kívül nem. És senki nem értettem, hogy most mit történik, hogyha egyet kilépnek, és azt mondta, hogy édesfiam, semmi nem történik. Egyet kilépsz, akkor semmi baj, egy biztos, hogy a korcsán, a négyzeten belül nem fogsz beszakadni. Ha kilépsz, akkor valószínűleg nem fogsz beszakadni. 1% esélyed van, hogy igen. Ha még egyet lépsz, akkor már 3% esélyed van, hogy igen. Nem baj, hogyha kilépsz. Nyugodtan. Semmi nem történik, mert az a vonal, amit én húztam, az önkényes. De az biztos, hogy azon belül túléled, azon kívül meg van esélyed arra, hogy túléld. Minél tovább mész ki, egyszer csak annál abban az esélyed az, hogy beszakadj, de ha beszakadsz, akkor ott is maradsz. Gyakorlatilag én néha ezeket a szabályokat így értelmezem, hogy egyáltalán nem az a probléma, nem az a kérdés, hogy te most átlépsz egy szabályt vagy sem, hanem hogy tudod azt, hogy most éppen veszélyzónában vagy. Átlépheted, ha úgy gondolod, hogy veszélyzónában akarsz lenni. De nem biztos, hogy megéri játszani mondjuk az életeddel. Tehát én innen fogom meg a szabályok, meg a szabadság kérdését, hogy nem az a kérdés, hogy átléped-e, hanem hogy tudod-e, hogy most mivel játszol, akkor éppen átlépted. Tehát nem a Viktor előadása, nem az a kérdés, hogy elszívod ezt az első füves cigit.
Kit zavar? A kérdés az, hogy tudod-e azt, hogy ezzel, hogy elsítod az elsőt, azzal kinyitottad a kaput a következőhöz, azzal kinyitottad a kaput az első heroinhoz, azzal kinyitottad a kaput az első designer droghoz. Elvileg... Nézőtembelüli területtel van bajom. Tudsz garantálni olyan erkölcsi felületet. Jó, tehát ha nem szívod el a cigit, akkor garantáltan mész egyenes a jó, nézd, ez garanciát nem tudok mondani, az biztos, hogy én csak innentől már a határon a cigarettást nem tudok beszokni. Ezért 27 éves voltam, hogy ilyen más cigarettát eszik, mert tudom, hogy most már biztosan fogok. És nem is szoktam rá, és hát hála jó, hogy nekem most nem tudok, hogy leszokni ismerni a harmadikat. De ez lehet, hogy undok dolog, de biztos. Biztos. De én azt gondolom, hogy pontosan ezzel utasították el Jézus szombatnapi gyógyítását a farizeusok. Megteszi az ember ezt a lépést, most még csak szombaton gyógyítunk, és holnap már nem fogja senki se tisztelni a törvényt, és anarchia lesz. És nem biztos, hogy olyan kristálytiszta lesz az anarchia, hanem mindenki mindenkinek a farkasa. Mint a Monty Python, a végig kapus valak az egész világ. Hú, ez nem kimaradt. Mondom, hogy a Monty Python van egy ilyen kény, ilyen sárnak szasztorít, amikor behívják az apukának a gyereke, az fő, nem, a fődőnyegyében elrott a másnak a kapusát. És akkor a fődőnyegyében az tanárnak, hogy szülnek, hogy ma még egy kapus, hol az egész világ? Nekem mondtak, hálásnak nem a saját felmenőim, de hallottam ilyet. Ez az egyik traumám gyerekkor, a másik pedig volt egy bácsi, aki mi homlokon csapott, és majd első szóra szót fogadni, akkor Isten jót fogadni. Ez, és hogy normálisan itt ülök előttetek, ez az Isten csodája. Ez borzasztó, nem? Ez, meg aki kombostűvel kezdi, és majd nem tudom, bankot fog rabolni. Tehát ez ugyanez a hónap az egész világ. Úgyhogy... Nekem erre a szabadságról... Igen. A szabadságra nekem a Róma 14 jut eszembe a húsevőkkel, meg a zöldségevőkkel, hogy nekem, hogyha erre, vagy ezt az analógiát akarom követni, akkor a kis négyzet azok a zöldségevők, hogy biztos, hogy biztos, akkor ne együtt, nem tudom, és hogyha kiebb lépünk, akkor már húsevők vagyunk, és nekem az jött le ebből, hogy Pál azt mondja, hogy tiszteljük mind a kettőt, azt is, aki marad a kis négyzetén belül, meg azt is, aki kilép. Sőt, a legaranyosabb, vagy legszebb, amit mond, pedig Pál mondja, hogy ugye, ha a hídben friss testvéredet ezzel megbotránkoztatod, akkor lehet, hogy te magad szabad voltál, de valakinek botlást okozol, és lehet, hogy életre elvered az Úristen mellől. Ez az a valami olyasmi, amit a Dani mond, hogy amikor a szabadságról van szó, akkor azt kellene, nem a szabadság után semmilyen de nem kéne hozzátenni, mert sajnos megint egy kicsit a mi betegségünk, hogy a minden szabad, mondja Pál apostol, de nem tud pontot rakni mögé, hanem vesző, de, és akkor, és ez volt irritál ez a sok de, tehát ez ide le kéne tudni tenni a szabadság után a pontot. De... Hát ez az. Most már értem, hogy vele is hogy történt. Hogy ott van az a másik. Tehát amíg azt gondolom, hogy a szabadság csak rólunk szól. Értem, tehát akkor ugyanoda visszajutottunk. Nem jutottunk oda. Igen, tehát az nem csak rólam szól a szabadság. Valószínű. Igen. Megint az episztolum, mert ugye pont ez a zöldséges sztori ugye annyiban érdekes, hogy valami, amiről te nem gondolnád azt, hogy ezzel bűnt követsz el, de ő, mint apostol, meg rávilágítja, hogy igenis neked legyen lelkismert furdalásod amiatt, hogy húst tettél, mert látod, hogy majd az ő szemükben ezzel milyen kárt okozta. Tehát ez még tulajdonképpen ez mégis szelidítés, tehát itt nem jól fogad Pál, hanem szelidít. Minden esetre egy bűnkategóriát hozni ott, ahol talán ennek nem is kéne. Én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy minden dolog lehet jó is, meg bűn is. Tehát az, hogy mikor válik bűnni, az attól függ, hogy a bűn az, ami elválaszt Istentől. Tehát hogyha az a dolog, olyanná válik, hogy az elválasztóan Istentől, akkor lesz bűn, például egy cigi, vagy egy drog, vagy akármi.
Tehát, hogy azt nem lehet mondani semmire, hogy az elejtünk. Tehát nekünk azt kell megfontolni, hogy mikor jut arra a pontra, hogy az engem elválaszt Istentől, vagy esetleg valakit megbotránkoztat és őt választat. Ez az izgalmasabb kérdés. Az Istentől. Tehát én inkább azt mondanám a bűnnek, ami a másikat elválasztja az Isten. Hát arra is kell figyelnünk talán, hogy ne kövessünk el olyan dolgokat, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy az Istentől bármi elválasztja minket. De mit jelent ez az Istentől elválasztás? Hát a dél-amerikai szektor. Állítólag a lelkiismeret az úgy működik, hogy azokban is benne van, akik Istenről nem is hallottak. Ez meggondolandó, és állítólag ez az Isten jelenlétére utaló egyik jel. Egyrészt az, hogy rácsodálkozunk a természetre, amikor látjuk Isten jeleit, vagy a teremtő jeleit. A másik az, hogy mindenkiben ott van a lelkiismeret, ami viszont arra utal, hogy valami bűn, vagy eredendő bűn mégiscsak lehet az emberben, meg az őskaposokban is, akik soha nem hallottak Istenről, mert állítólag ez működik. Tehát, hogy ezt érezzük. Én biztos, hogy van lelkiismeret, én ezt nem kötném rögtön össze az eredendő bűn kérdésével. De szerintem a normális lelkiismeret akkor érzi magát rossz, amikor valami rosszat csinált. Ugye? Akkor ne kössük össze az eredendő bűnnel. De mitől rossz a rossz? Tehát, hogyha ezt az is érzi, aki nem is hallott Istenről, akkor mégiscsak tudja, hogy ez rossz. Tehát minden ember érzi valahol, hogy van egy teremtő, aki magasabb, mint ő. Nem biztos, hogy emiatt. Lehet egy szociális közegbe születünk bele, és megvannak még nem is verbalizálódunk, amikor már megvannak azok, amiről tudjuk azt, hogy árt a közösségnek, vagy a közösségeből valakinek, és ezért nem illik azt megtenni, vagy nem jó azt megtenni. Szerintem ez nem is, tehát hogy mondjam, ez nem Isten bizonyíték az, hogy van erkölcsi érzékük önmagában, én azt gondolom. Az még egyszerű szociális jelenség. Hát van, akinek pontosan, hogy az Isten léte a felmentés jelenti az ilyen felelős élettől, ugye, hogy neki megvannak a csatornája, neki az Úristen úgyis meg fog bocsátani, csak ezt és ezt meg kell csinálni, és pont ezt teszi lehetővé, hogy könnyítsen a lelkiismeretén és átgázoljon embereken. Millió klasszikus történelmi nagy eseményei kereszteket hallunk föl a keresztes lovagoknak a páncéljára, és akkor éppen, hogy az Istennel való közösség nevében mészároljuk le az ártatlanokat. Hát én az Isten közösséget nem ilyen értem, hogy tagja vagyok az egyháznak, vagy a keresztes hadseregnek, akik Isten szentjügyét szolgálják, hanem egy tényleg élő közvetlen kapcsolatnak. Az pedig csak a megtisztulása, hogy idézőben mi hívjuk, hogy megtérésen keresztül lehet, hogy valahogy az ember egyszer érzi az elveszett voltát, vagy pont azt a bűnt, ami elválasztja Istentől, azt leteszi az Isten lábára, akkor megtisztul. És hát aki ezt átérte, az nagyon jól tudja, hogy ezután egy hatalmas boldogság éri az ember, és ettől fogva nem akar más csinálni, csak követni Jézust, vagy követni azt a tisztaságot, azt a szentséget. Tehát, hogy aki ide eljut, az egy ilyen rabja lesz ennek az érzésnek, én legalábbis ezt ígértem meg. És ez a tisztaság vágy, ez benne marad. Legalábbis én úgy érzem, hogy akkor lenne jó az egyház is, ha ilyen Krisztus követő emberek közössége lenne. Tudom, hogy ti nem arról beszéltek, ha ez ilyen lakint. Bocsánat. Ennyire látszik. Igen, látszik, mert ti mint lelkészek, ti sokkal jobban érzitek azt az egyházi struktúrát, ami úgymond a fejetekre nehezedik, de mi egy alulról jövő sima egyháztagok úgymond, mi nem éljük meg ezt ennyire sarkosan ezt a struktúrát, nem élem meg ezt az ilyen ránk nehezebb nyomásként, hanem pont, hogy az egyháznak is így kellene megtisztulni, hogy alulról a megtért embereknek a
közössége, mint az ős keresztjének. Uh-huh. Tehát valahogy úgy kellene megtisztulnunk, hogy sokkal jobban építeni ezt az aluljövő tisztulást, és ha ti valami lelkészek tudtok nekünk ebbe segíteni, hogy az embereknek, akkor feltétlenül a nyitottsággal, hogy mindenki befogadja, mindenki szerintem azt te is átéled, hogy mert az elég régóta benne vagy ebben az egyház nevű dologban, hogy tehát alapvetően tényleg ennek kéne lenni, ezzel tökéletesen egyet értek veled, hogy ezt a felszabadulást, ezt az örömöt kapjuk, és ne az a görcsös érzés legyen a saját gyülekezetünkkel vagy egyházunk, hogy ki kivel, kit hogyan tartsakban, és ki mit, kire mit mond meg, meg milyen szám, és ki a hívő, és ki nem hívő, és tehát ezek katasztrofális dolgok, és ki hogyan ítélgeti meg a másiknak a hitét, meg nem tudom. Tehát, hogy szerintem ezt te is láttál már egy párat ebből. Hát, mindig a beszélfőben, nem? Azt kell, naponta olvasni, azáltal tisztogatni magunkat, lebonulni az Úristenre. Tehát azért nem lesz az ember mindjárt egy ilyen felhőtlen, tökéletes hívő ember. Tehát ahogyan éli meg a hitét, és mondjuk, ha csak minden nap egy igét volt, egy szakasz, de azért jobb azt összefüggésébe látja. És főleg Krisztus példája nyomán az életét tisztogatja, akkor nem lesz ilyen manipulatív meg. Tehát akkor ezeket a kis nüanszokat mindig javítgatja. Hát ez tényleg, ez nem szabad. Akkor felfigyel saját magának egy olyan eseményre, hogy ó, itt ezt mindig elrontom. De mindig sokat beszélek, mindig nagy a szám vagy. Vagy nem tudom, énekek magának vannak ilyen kis kísértései, hogy amelyen mindig meg kell küzdenie. Hát ezekre kéne, hogy odafigyelnünk és tisztogatni magunkat, akkor nem lesz. Akkor mindig jobb lesz, nem? Eszter is volt még. De én is szeretnék, és Dani is szeretne, de én csak erre szeretnék rájönni, és akkor befogom a számot, hogy én érdekes, mert én fordítva kezdeném. Ugye, tehát én azt mondanám, hogy pont az a keresztény meggyőződés, hogy semmi sem választ el az Isten szeretetét. Hát itt kezdődik a dolog, nem azzal, hogy én elválaszthatom magam, meg stb., hanem ha azt elhinném, hogy tényleg semmi, és még Danit se, tehát nem csak engem, hanem a másikat se, ez lenne az az alap, amire rásimulhat a gondolkodásom, de nem ez történik, hanem én meg rá tudok mutatni azokra az emberekre, akik szerintem el van szakadva az Isten szeretetét. Ő sincs. Az Isten őt is szereti. Ezt kéne megértetnünk, de a viselkedésünkkel pont az ellenkezőt sugározzuk neki. Ez a borzasztó. Hallgató. Valahogy úgy látom, hogy annyira összeérünk, mint a Földön, hogy minden szabadság csak valaki másnak a szabadságának a robására tud menni. Egy egyszerű példa, ha cigizhetek a buszmegállóban, akkor valakinek ezt szívnia kell, és ha meg nem, akkor az én szabadság. Tehát valahogy nehéz ebben jól kiigazodni, és nekem valahol ott kezdődik a szabadság, ha az ember azt tudja kérdezni, hogy én mit adhatok az Istennek, és ott van a szabadság megvonása, amikor azt kérdezgetem magamtól, hogy mit vár tőlem az Isten, és ezeket próbálom folyamatosan egymáshoz illeszteni, és ez szerintem ez tud ránehezedni az emberre, ha ezt kérdezi, hogy vajon mit vár tőlem. Ezt nem lehet szerintem elengedni, mert a szabadság hol válik önzéssé, és ezeket a kérdéseket érdekes feszegetni, hogyha bűn az, amikor valakit bántok, akkor nem is tudok bűntelen lenni, és hogyha tudom, hogy úgy sem sikerülhet, akkor milyen mértékig kell úgy próbálkozni, hogy saját magam is olyan életet élhessek, amit Isten szán. Erre nem tudom. Folytatjuk majd szerintem a beszélgetés sodrában. Igen? Nekem az jutott eszembe, én azért örülök ennek a fórumnak, mert itt nem itt vallani kell, vagy evangelizálni, hanem szabadon lehet gondolkodni. És azért kérlek, hogy fogadjátok ezt a felvetésemet, mint egy gondolat próbálkozás.
hogy az jutott eszembe, ahogy beszélgettetek, hogy azt beszéltük, hogy többfajta szabadság megélés lehet. Van olyan, ami közvetlenül a másikat megkárosítja vagy bántja. Az persze, tehát az no-go, azt ki kell húzni. Elvileg, tehát ugye, hogyha írnék egy etikát, akkor azt úgy, jó, azt ne csináld, kérlek. De hogy az anarhiára jutott eszembe, hogy milyen szép lenne egy olyan társadalom, ahol mindazon tettek, amik egy másik embert nem úgy bántanak, hogy beszívja a cigi füstöt, vagy béres lesz tőle, vagy megrugom, vagy akármi, hanem ami rám tartozik tulajdonképpen, azt még a legkisebb gyerek is tudná tolerálni. Valahogy egy ilyen vágy született meg a szívemben, hogy milyen érdekes lenne egy olyan társadalom, ahol mondjuk képzeljünk el egy ilyen hippi falu közösséget, vagy nem tudom, és akkor, hogy én úgy ébredtem, akár mondhatjuk úgy, hogy a Szentlélektől így ledettem, hogy én most mesztelenül akarok körbe rohangálni a faluba, és minden gyerek tudatában lenne, hogy hát a Szentlélek most őt arra indított, tehát hagyjuk rohangálgasson, és akkor utána... Engem arra jön zsörgásokat, hogy nem szeretném. Mondjuk, de nem lehet az is, hogy... És ez itt tényleg csak egy... kezdemény, hogy nem lehet, hogy itt egyfajta ilyen szociális neveléssel van a probléma, hogy nagyon féltjük a gyerekeket, jaj, meg ne lássa, hogy cigizek, jaj, meg ne lássa, hogy nem tudom, mit csinálok, mert ő neki az még nem való. Nem lehet, hogy az archaikus társadalmakban sokkal inkább az volt, hogy igen, mert a férfiak ilyenkor azt szokták csinálni, és a gyerek is megnézte meg, hogy már most az van, de hogy nem végztük talán annyira őket ez mindenféle rehatástól. Szóval nem egy tett van, tudod? Tehát nem úgy vannak a dolgok, hogy van egy tetted, és akkor csak az egy, hanem egyetlen kijelentéseddel, egyetlen tetteddel egy ilyen szövevényt indítasz el. Hadd tegyek fel egy egész konkrét kérdést. Ez annyira konkrét, hogy két hete történt meg velem, és nem tudtam jól dönteni a dologban, megmondom nektek őszintén. Konfirmandus során beszélgettünk a konfirmandusokkal, hogy hát mit kéne itt ebben a világban megjavítani? Tehát te mit javítanál meg? Ugye pont a megkísértés történt, hogy hogyan kéne ezt a világot jobbá tenni? És akkor ezzel jelentettük, hogy mi a bűn, és mi, hogy kell megváltani, nem tudom. Beszélgetett az egyik fiú, azt mondja, hogy őt az apukáját tanítja, és ő nagyon szereti az apukáját. És az apukája azt mondta, hogy ki kéne írtani az összes cigányt. Nem az első. Na jó, mit mondasz ilyen helyzetben, hogy hülye az apukád, vagy igaza van az apukádnak? Mit mondasz? Ott a többi konfirmandus előtt. Hát, ha nincs igaz, akkor... Tessék? Ha nincs igaz, akkor meg... Érezhetsz te is egy olyan szituációt, amikor nagyon nehéz úgy megfogalmazni egy kritikált apukával szemben, hogy ez egyfajta, jó, nyilván próbáltam a dolgot, de érzitek a problémát, hogy azzal, hogy adsz egy szerinted jó iránymutatás, hogy nem kéne azért az összeset kiírtani. Veled lehet beszélni. Alkudozhatunk. Nehogy valaki félreértsen. Már nem is. Ezért hallatok, nem fogok. És a végül nem azt hozzuk, hogy apukája hülye, hanem hogy apukájának voltak bizonyos rossz tapasztalatai bizonyos dolgokról, és ebből nem feltétlenül jó következtetéseket vont le. Tehát lehet, hogyha nem mondom meg, hogy gondolja, azzal teszek a legkisebb kárt, mert valószínűleg valamiért már odahoztál ér ezt a kérdést, mert esetleg nem ért vele egyet. Igen, én most az érzés, hogy van egy ilyen, hogy nem mondja ki, de hogy szabad egy másik felnőtt mit mond, aki... Szabad, de akár már nem egyetértünk. Hát ő abban a korban már egyébként. És hogy azt is, az egy jó talaj, hogy úgy érzem, mert teremtkezni, hogy szabad valakivel nem egyetértetni, és amíg tisztelem is szeretem, sőt, biztos, hogy mi lesz. Igazából ez a apukásztorról nekem viszont egyen az intézetben vagyok, mindegy a Marci Bányitére, és én nekem van egy nagyon jó barátnőm, aki szintén, hát mondjuk nagyon-nagyon kereszténynek vallja magát. És vele szoktunk... Ez már kritika volt, igen. Figyeljünk csak, hogy igen. Igen. És egy beszélgettem vele,
nyomba, és mondom, hát ő az a halmozott a hátrányos helyzetű, mert mozgássérült, spinabifidás, mitokkerincű, állami gondozott, és mondom, hát leszbikus. És akkor nézettem, hát jó, de az első háromon nem tehet. És az utolsó, és akkor mondja, de normális vagy, hogy őt elviszel a templomba? Mondom, értem. Ezt, hát, és a mi gyülekezetünkben? Hát, egy helyre járunk. Szóval, légy szíves, ne tedd. És így néztem el, hát nagyon sajnálom, őszinte részvétem, de hogy én megteszem. És akkor ez a tükör, hogy hát mi is ilyen baromira kirekesztőek tudunk lenni. És nekem a sokkal jobban fáj, hogy vagyunk ilyen nagyon kirekesztőek. Most főztek. Mármint te mindig belegyújtok. Egyébként ez a megbotránkoztatás ügy, ez egy nagy játszma. Tehát ez ebben az egész idomítás játszmában ez az egyik nagy mostan, amiben lehet csattogtatni. De azért én, lehet, hogy azért, mert én ilyen idomár vagyok, de azért ebben van valami, nem? Tehát én megértem azt, hogy nem lehet állandóan arra hivatkozni, hogy ne csináld ezt, mert megbotránkoztat valakit, de kétségtelen az, hogy tényleg vannak olyan helyzetek, amikor az én frivol megjegyzésem mondjuk, ami egy baráti társaságban, meg akik nagyon jól ismernek, és akikkel nagyon jól egy húron pendülünk, azok között teljesen normális, és a helyén van, és ül, de ha egy olyan környezetben teszem meg, ahol esetleg egy kimondottan is azzal szeretnék tüntetni, hogy én mennyire szabad vagyok, és mennyire szabad szájú, és szabad gondolatú vagyok, és ott elhangzik, és valakiben éppen bimbózik valami reménység, érted, mit akarok mondani? És akkor ott elmondom, egyszerűen rosszkor, rossz helyen mondom azt, ami máskor nem lenne semmi baj vele, én azért ezt nem érzem okénak. Tehát, ez egy ilyen nagy, megint ez egy kulturális színjáték, ahol teljesen mindegy, hogy milyen téma van, és ki mit mond tartalmilag. Tehát nem kell emlékezni az Attilának a tartalomra, csak a formára, a színpadra. De az, aki megbotránkozik, az mindenképpen ebben a színdarabban kegyes, és alázatos, és kiszolgáltatott, és úgymond ő az, aki áldozat egyből, fölvesz a felháborodó, a megbotránkozó egy áldozat szerepet, és a másik egyből pedig automatikusan a vádoltak padjára kerül. És teljesen mindegy a téma. Bármilyen és ha bennem működik ez a rád, tehát az én is utána máshoz elmeztet rá. Színdarab az ingyen. Na de érted, de amikor ez nekem üt eszembe, hogy ezt nem kéne, az legalább ugyanaz csak a szuperegóban. Nem, nem. Az egészen más. Az már erről a nagy sztoriról szól, hogy valahogyan... Ez nem biztos, hogy megbotránkoztatást azt abban az értelemben kell használnunk, ahogy itt most valaki fölháborodik, szerintem nem azt jelenti. Tehát azért, ha ezekre a szituációkra gondoltok, akkor Jézus számtalan helyzetben megbotránkoztatott. A szombattal kapcsolatban, a templom tisztítással kapcsolatban, nem tudom, az összes cselekedet gyakorlatilag. Tehát ne húzzunk egyenlőségjelet a felháborodás és a megbotránkoztatás között. A megbotránkoztatás az valakit a, nem tudom, nem tudom mit jelent igazából, csak érzem, hogy a kettő nem ugyanaz. Igen. A megbotránkoztatás sokkal mélyebb, súlyosabb, amikor valakinek a hitét összetöröd, vagy nem tudom. De az, hogy valaki szimplán érzékeny, vagy... De ezt ki tudod fejteni? Nem tudom meghatározni, csak érzem, hogy a kettő az nem ugyanaz. Jézus ugyan. Tehát, hogy ahogy... Felháborítás keltett, de mi az, amit nem követettem? Hogy ne botránkoztatok. Mi az? Nem tudom. Majd segítsetek. Nem tudom. Akkor én azt gondolom, hogy ha én felháborodok, akkor azt mondom, hát ez mennyire hülye, róla gondolom. Amikor mélyen botránkozom, akkor engem belülről sért. Tehát például, és valahogy én ebben látom a különbséget, hogy Jézus nem bántott senkit. Maximum maga ellen haragudott. De ez valahol más.
Tehát a megbotránkoztatás aztán inkább az Isten hitét, az Istenbe való bizalmat rendíti meg. Szóval az valami nagyon súlyos dolog szerintem, mert mondom még egyszer, a szombatnapon számtalan ember ilyen értelemben megbotránkozott. Jézus a farizeusokkal kapcsolatban szándékosan az ő Isten hitüket. Attól még biztos sokaknak az Isten képét felborította, szóval... Akkor meg végképp nem tudom, tényleg most csak így, csak ez egy ilyen, nehogy megbotránkoztassa valakit, és nagyon-nagyon sok helyzetben van az, hogy nem tudsz mit csinálni, tehát vagy csinálod azt, amit jónak tartasz, vagy megbotránkoztatsz, tehát így nem, vagy nem, az ugyanaz. Tehát, hogy... Mondja, Dávid! Hogy térjek vissza erre a... cuccra, hogy szerintem itt a neveléssel van a probléma, meg a bizalomnak a hiányában, hogy egyszer voltam Németországban egy szabad egyház, egy szabad keresztény gyülekezetben, és akik tényleg nagyon megtértnek, nagyon lélektől átitatottnak, nagyon újjászületett embereknek tartották magukat, és én úgy láttam, hogy mintha ez igaz is volt. És ott volt egy nagyon aranyos idős néni, aki az alkalom után oda jött, vagy nem tudom, ott valahogy elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondta, hogy hát itt van ez a fiatal szolgálónk, a Hans, vagy tök mindegy valaki, aki így egy ilyen nagyon lelkes szolgálattevő, de egy ilyen nagyon kemény rockzenét hozott be így az Isten tiszteleteinkre, és mit tudom én, havonta van egy alkalom, amikor ez van. És akkor ott kicsit kérdezősködtem, hogy és ezt hogy tetszik elviselni, vagy hogy tetszik ez az egész zene, vagy akármi, és mondta, hogy hát én azt nagyon érzem, hogy ez valami nagyon más, mint az én világom, meg akármi, tehát úgymond megbotránkoztató, de mégis egyfajta ilyen teljesen más valami, amit nem értek, nem érzem jól magam benne, de Hans egy megtért ember, tehát biztos nagy szeretettel és szolgálattal készíti elő ezeket a dolgokat, ezért én örülök neki, és elfogadom, hogy neki egy másik világa van. Most ezek kicsit nagyon egyszerűen fog. De hogy én azt gondolom, én ezt egy nagyon szép tanmesének tartom, de tényleg megtörtént egyébként, hogy én azt érzem sokszor, hogy ez a fajta bizalom hiányzik belőle, rögtön fölháborodok, hogy hát hogy mersz ilyet képzelni, meg mi az, ezt nem szabad, védjük a mi kis Istenünket, holott az Isten az rohadt nagy, azt nem kell védeni, hanem egyszerűen el kéne fogadni azt, hogy mindenkinek a saját nyelvén szól, és sokkal jobban kéne bízni egymásba szerintem, főleg, hogyha keresztények vagyunk. És szerintem ez a szabadság kérdéséhez erősen kapcsolódik. Nekem most egy elég éles élményem, nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Megint hogy ez a kérdés, hogy a gyengékkel megbotránkoztatni, stb. A lényeg az, hogy van egy ismerősöm, aki elég gyakran elég csúf szemétjátékokat játszik emberekkel, és a múlt hétvégén egy eléggé tudatosan megint eljátszott egy ilyen játékot. Amikor én rájöttem, hogy ezt csinálja velem, akkor azt mondom, hogy akkor ettől kezdve nem nagyon kommunikáljunk egymással, és attól kezdve jönnek az üzenetek Facebookon, és abban benne van az, hogy jaj, ne haragudj meg, tudom, hogy rossz voltam, meg tudom, hogy szemét vonom, és igen, tudom, csak nem vagyok rá hajlandó kommunikálni, nem vagyok hajlandó veled kommunikálni, szóval nem reagálok. Most nem tudom, hogy meddig fogja ezt bírni. Tehát azt érzem, hogy persze hát lelkészként, meg keresztény emberként adja vissza, oda kéne tartani a másik orszámat is, meg azt kéne mondanom, hogy jó napon megbocsátottak, tök fölösleges. Most ezt érzem, hogy tök fölösleges, mert az neki azt jelenti, hogy meg lehet csinálni, bármit meg lehet csinálni, mert ő a gyenge, én meg a keresztény, aki megbocsátok. És azt mondom, hogy nem vagyok halandó. És lehet, hogy ebből az lesz, hogy két hónap múlva arra fog rájönni, hogy akkor, amikor azt mondja, hogy hülyeséget csinált, akkor igazat mondott, mert most még nem tudja. Most még játszik másnak a türelmével, idegeivel, emberségével, mindennel. És én most eljutottam arra a pontra, hogy most az egyszer, amikor azt mondja, hogy hülye voltam, én ezt komolyan veszem, és akkor megfogom, hogy nem vagyok hajlandó veled beszélni. Ilyet még soha nem csináltam. Tehát én elég komolyan vettem azt, hogy tartsd a másik országot, és most nem vagyok róla meggyőződve, hogy az szerencsés dolog lenne. Én hazudhatom neki azt, hogy megbocsátok, de attól nem változik meg. Semmi. Világos.
No, itt közben itt kapom a metakommunikatív üzeneteket, hogy le kéne zárni. Ez egy azért jó végszó, mert ez itt nagyon ilyen nyílt sem marad az egész után, és ez azért nagyon jó nekünk, mert nyáron a Mátrában ez folytatódik. Igen, de ezekkel mind szerintem lehet találni. Ez annyira a központi téma, hogy valami mód elő fog kerülni a témába egyikbe, másikba az ottani oduban, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, még mi se tudjuk, hogy mi lesz, de annyit már persze tudunk, hogy nagyon jó lesz, de hogy a... Ja, és még annyit fogunk tudni, hogy bővül egy kicsit az odú kínálata, mert azokban az időszakokban, amikor nem agyalunk együtt, akkor nagyon jó kis zenéket fogunk hallani, a zenei irodalomnak a mélységéből, időben értve mindenféle dolgot, és még kis sütemény, meg tejhatán, ilyesmi is lesz. Kis tejázó. Odó az most majdnem állandóan működő kis dolog. Sőt, lesz. Állandóan. Hadd mondjak csak két mondatot. Ezek reklámhelyek. Tehát egy kis tejázó kávézó lesz, klasszikus reggeli lesz. Tehát a programok előtt, ami mikor 9-kor kezdődnek a programok. Tehát 8-tól legalább, de lehet, hogy 7:30-tól klasszikus zenét fogunk hallgatni kis kávéval. Vivaldit, Haydnt, mindenféle dolgokat. Gyönyörű lesz. Ezeket azért érdemes hallgatni, mert adott esetben visszatér délben, kérdés formájában, játék és muzsika 10 percben. És meg fogjuk kérdezni klasszikus zene, egyházi zene, illetve popzene kategóriában kis versenyeket egy kávéért, egy tejáért cserében. Tehát hatalmas nyeremények lesznek, nagyon finom kávék és nagyon finom teák. Tehát ezeket kis csapatokban, asztaltársaságok fognak versenyezni, körbeültök és megmondjátok ezt Haydnnek melyik szimfóniája, vagy éppen a 388-as ének. Hogy kezdődik? Jó? Tehát például ilyenek. Jó? Este pedig a... Tessék? Egy kávé a Csibének, igen. Este pedig kis jazz fog szólni. Mindez. De úgy tervezzük, hogyha valaki az egész szélrózsász az oduban tölti. Az jó fog járni. Igen, még az is lehet, hogy ott lesz, igen.